Új szavazatszámláló rendszer segíti ezen túl a képviselők munkáját itt Kishegyesen. A keddi testületi ülésen már használatba is vették az új technikát a tanácsnokok. Ez a jel, ez mindenképpen az igent jelenti, ez a tartózkodomat és a harmadik pedig a nemet. Nekem, mint elnöknek is új az ülés vezetésnek a módja, sok mindent másképpen kell finomítva csinálni, de az ügyrendi szabályzatunkat automatikusan módosítottuk ennek a rendszernek a bevezetésével. Nekem is csak az első szavazás levezetésig volt szokatlan, utána már olajozottan ment. Szabadka és Zenta után több vajdasági községben is felszerelik a magyarországi fejlesztésű rendszert. Az a nagyon jó benne szerintem, hogy minden olyan feladatot, amit amúgy személyeknek kellene elvégezni, azt automatikusan végzi. Tehát a hangrögzítést méghozzá úgy, hogy napi rendi pontra és hozzászólókra keres, illetve az összes szavazási eredményt rögzíti, gyakorlatilag az idők végezetéig. A képviselők jóváhagyták a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2015-ös évi ügyviteli tervét. Kikity Andrea igazgató összefoglalójában elmondta, még az idén várható a lerakó kiépítésének megkezdése. 2017. január 28-áig be kell fejezni a hulladéktároló munkálatait. A kishegyesi hulladékudvar kiépítésére is elkészült a tervdokumentáció. Idén lefolytatják a közbeszerzést, a lerakóval párhuzamosan 2016-ban kiépülhet a kishegyesiek hulladékgyűjtőhelye. Ezután költségvetési napirendek következtek. Meghozták a határozatot Kishegyes község tavalyi költségvetésének zárszámadásáról. Az idei büdzsé átütemezéséről is döntöttek. Három ok volt az átütemezésre: a programköltségvetés bevezetése, a civilek és egyéb támogatások mértékének költségvetési kerettel való összehangolása is indokolta a korrekciót. A szerbiai pénzügyminisztérium nagyon sok községet felszólított arra, hogy nem tartották magukat az utasításaikhoz, azaz, hogy az anyagi költségeket 15%-ba csökkenteni kell ebbe az évbe, a múlt év tervezethez viszonyítva. A községi polgári jogvédők 2014-es összegző beszámolója is napirenden szerepelt. Az Ady Endre kísérleti általános iskola széki tagjának felmentéséről és egy új tag kinevezéséről is döntöttek a kishegyesi képviselők keddi ülésükön.